Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. Ez a Gyújtópont külön kiadása. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás. Most éppen május 10-e hétfő van, és amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, akkor 18 óra 13 perc. A gázai övezetet uraló iszlamista Hamas szervezet hétfőn ultimátumot intézett Izraelhez, és hát többek között azt mondták, hogy este 6 óráig ki kell vonniuk a biztonsági egységüket az Al-Aqsa mecsetnek otthont adó templomhegyről, valamint az utóbbi hetek összetűzéseinek célpontjában álló lakónegyedből is ki kell vonni a csapatokat, és szabadon kell engedniük a zavargásokban elfogott minden palesztint. Aztán egyébként a palesztinok elkezdtek rakétázni is, Gázából Jeruzsálembe lőttek rakétákat, és voltak is például olyan lakóházak, amelyek megsérültek, vagy volt olyan lakóház, amely megsérült, és lehet tudni más becsapódott rakétáról is. Hogy mi történik most Izraelben, erről fogunk beszélgetni Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértővel, aki a térség nagy ismerője, és itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok, tisztetek, köszöntöm a kedves hallgatókat is! Készüljünk az Armageddonra, vagy ez csak a szokásos? Hát a szokásosnál egy kicsit több, de sok minden összejátszik ebben az egész folyamatban. Hát ez is vége van a Ramadánnak, a Ramadán után ugye ünneplések vannak. Éhesek az arabok, de most már vége. Éhesek esznek is közben, tehát ezzel nagy probléma nincsen. Ugyanakkor van egy másik jelenség is, ugye pillanatnyilag Izraelbe ügyvivő kormány van. Gondolják, hogy esetleg nincsenek most a helyükön, és nem biztos, hogy tudnak gyorsan döntéseket hozni. Úgy gondolom, hogy ebbe tévednek a palesztinok, mert sőt, direkt azért fognak kemény döntéseket hozni, hogy bemutassák azt, hogy Izrael biztonsága bármilyen választás utáni időszakról van szó, és ellenzék vagy kormánypárt, ezek egyértelműen összefognak egy ilyen esetben. Na most azon kívül, hogy vége van a Ramadánnak, és emiatt vannak különböző rendezvények, köztük tüntetések is, van egy olyan folyamat, aminek a lényege az, hogy területeket foglaltak el, házakat bontanak le, egy Kelet-Jeruzsálemről is szó van, a mozgásokat korlátozzák ilyenkor, tehát a templomhegyre nem lehet fölmenni pont akkor, amikor ugye egyébként mennek, és ott van egy feljárat a damaszkuszi kapunál, ahol az arabok beszoktak járni, az alatt az idő alatt oda zsidókat nem szoktak engedni, és hát tulajdonképpen ebből a területi vitából kitört egy olyan, nem mondom azt, hogy intifáda, mert ez még nem az, egy ilyen helyi kis lázadás, aminek a lényege az, hogy engedjék azt, hogy az arab lakosoktól ne vegyék el a házakat, tehát tulajdonképpen ne szóljon bele az izraeli hadsereg, meg egyáltalán az izraeli adminisztráció abba, hogy ők hogy élnek Kelet-Jeruzsálem területén. Ez az egyik dolog, és hát ebbe belekapaszkodott a Hamas is, akik hát nem itt vannak, hanem a gázai övezetbe, de ne felejtsük el, hogy ott is választások lennének, illetve elhalasztották most a választást, tehát meglehetősen zavaros helyzet alakult ki, és hát nyilvánvaló, hogy a hamaszosok ilyenkor azért, vagy nem is biztos, hogy ők egyedül, mert ilyenkor azért a palesztin iszlám dzsihád is közbe szokott szólni, és inkább ők lőik a rakétákat Izrael irányába, mint a Hamasz, és a Hamasz mint egy olyan szervezet, amely semleges, és ők nem támadnak, próbál akcióba lépni, de az izraeli hatóságokat ez nem szokta meglepni, tudnék, ők úgy vannak, hogy a Hamasz uralkodik Gázában, Hamasz kormány van, tehát az ő kötelessége megakadályozni azt, hogy a palesztin dzsihád harcosai ne támadják a különböző izraeli településeket. Na most ugye rakétákra általában szoktak válaszolni, és már korábban is elhangzott egy olyan felszólítás az izraeli haderő részéről, hogy ne játszanak a tűzzel, mert ez folytatódik, akkor be fognak avatkozni, ami azt jelenti, hogy megint felvonul a hadsereg ugye a palesztin területek mellett, tehát a gázai övezet mellett, és ha szükséges, akkor célzott támadásokat hajtanak végre. Először helikopterrel, repülőgépről lőnek ki rakétákat, célzott megsemmisítést alkalmaznak vezetőszemélyekkel kapcsolatban, és ha kell, ezt ugyan elkerülik, mert ez egy elég kényes téma, behatolnak a gázai övezet területére,
ami hát számos kockázattal jár, és ilyenkor az izraelek ezt addig szokták csinálni, míg a nemzetközi közösség fel nem háborodik, és hát azt lehet látni, hogy a nemzetközi közösség általában ezt a területfoglalást nem nagyon díjazza, tehát itt senkinek nem érdeke, legalábbis Izraelben ezt, hogy ez most erre most sor kerüljön. Az mennyire kényszerhelyzet Izrael szempontjából, hogy ők kaptak ultimátumot, tehát az arabok mondták azt, hogyha 6 óráig nem mennek el az izraeli békefenntartók többek között a templomhegyről, akkor tovább folytatódnak, vagy elindulnak ezek a rakétatámadások. Ezt fogják csinálni, tehát ez azt jelenti, hogy van egy elég komoly eszkalációs veszély. Hát ha ezt mondta Hamasz részéről a különböző hírközi szervek van nekik bőven, akkor ezt meg fogják csinálni, de nem hiszem, és nem gyakorlat az, hogy az izraeli fél meghátrál. Tehát ők azért, mert most a Hamaszt felszólították őket, hogy a templomhegyre mehessenek fel, és onnan vonuljanak el az izraeli biztonsági erők, ezt ők azért nem fogják komolyan venni. Tehát azt mondják, hogy nem mennek el, azért nem mennek el, mert ott jelenleg felfordulás van, és még a felfordulás meg nem szüntetik, addig ők jogosnak érzik azt, hogy a saját lakosság érdekében ott legyenek ezen a helyen. Tehát egyáltalán nem hatodnak meg a Hamasz kilejentésétől. Ebből elképzelhető az, hogy több rakéta fog esni Izrael déli részére. Ennek eredményeképpen, amit mondtam, eszkalálódás várható, és ennek eredményeképpen elképzelhető egy olyan változat, hogy nagyobb támadást fog végrehajtani az izraeli haderő, amire bármikor készen áll. Tehát ez nem okoz különösebb problémát. Az mennyire újdonság, hogy immár Jeruzsálem és Jeruzsálemnek a környéke is veszélyben van. A legfrissebb hírek szerint összesen 7 rakétát lőttek ki egyébként Gázából Jeruzsálemre és környékére. Tehát mi az a pont, amikor azt mondja az izraeli vezetés, vagy az izraeli hadsereg, hogy hát jó, eddig is voltak rakétatámadások, na de azért legalább Jeruzsálemet azt hagyják már békén. Hát ez a pont, ez nagyon könnyen eljöhet, mert hogyha folytatódnak a Jeruzsálem, különösen a nyilván az zsidó része elleni támadások, akkor ezt nem fogják engedni. Tehát erre biztos, hogy határozott fellépést fognak megtenni, és hát ez azt jelenti, hogy a Hamasz kiterjesztette a hatalmát a Cisziordánia területére is, ott is vannak embereik, vannak fegyverek, hoztak be innen, onnan, amonnan, és tulajdonképpen védjük meg Jeruzsálemet, mert el akarják tőlünk venni, védjük meg azokat a lakásokat, amelyek Kelet-Jeruzsálemben vannak, ne hagyjuk, hogy lerombolják, és helyette friss, új zsidó telepeseket költöttessenek be. Ezt nem fogják engedni, tehát hogyha ez így folytatódik, akkor valami kemény fellépésnek kell lenni a nemzetközi közösség részéről. Hát lehet, hogy esetleg az amerikaiak közbe tudnak lépni, ég pedig azért, mert az amerikaiak oda figyelnek a választásokra. Palesztinoknak adtak segélyeket, és próbálják elősegíteni azt, hogy valami nyugodtabb időszak következzen be. Tehát, hogyha az amerikaiak úgy döntenek, hogy meg kellene ezt egy kicsit fogni, akkor mind a két félre tudnak olyan hatást gyakorolni, hogy nem lesz belőle eszkaláció. De a lehetőségét szeretném hangsúlyozni, hogy sajnos megvan. De akkor itt elmondhatjuk, hogy a nemzetközi erők, azok nem a katonai konfliktusba avatkoznak be, szintén katonai konfliktussal, sokkal inkább a béketeremtés lehet most a jelen ismereteink szerint még a szándék. Fizikailag nem avatkoznak bele, hanem politikailag, tehát igyekeznek nyomást gyakorolni az amerikaiak úgy az izraelikre, mint a palesztinokra. És mondom, most olyan helyzet van, hogy tudnak az amerikaiak lépni, mert korábban ugye azt mondták, hogy az amerikaiakkal nem tárgyalunk. A Trump idejében a Biden másképp áll ezekhez a kérdésekhez, tehát a Bidenre hallgatnak, hát most ott is ugye elég nagy ellentét van a Hamasz, illetve a palesztin nemzeti hatóság között, az egyik az a Gázaövezetben van, a másik pedig a Ramallahban, de hát ott se fogják megoldani a választást, mert hát Abbasnak pillanatilag veszélyben van a helyzete, mert hogyha beindul a választási kampány, és egyáltalán választás lenne, de nem lesz valószínű, akkor ebben az esetben Abbas veszítene. Hát egyrészt kora miatt, másrészt ugye annyira már nem élvezi a lakosság bizalmát, tehát ott azért vannak már olyan fiatalabb emberek, akik át tudnák venni a vezetést, akár egy Dahlan,
akár van még legalább 3-4 ember van, aki a pillanatokon belül alkalmas lenne. Hát erre meg az izraelek is felkészültek, tehát tulajdonképpen figyelik azokat a mozgásokat, amelyek történnek jelenleg ebben a igen bonyolult helyzetben. Na most minden hiányzik most, csak éppen nem egy korlátozott célú háború. De akkor azt elmondhatjuk, hogy nagy valószínűséggel nem fog most kitörni egy közel-keleti háború. Közel-keleti semmiképpen. Tehát a palesztinek miatt közel-keleti háború nem tör ki, az egyértelmű, de a gázai övezet, hogyha sok rakéta érkezik Izrael területére, ne talántán ne egyesítem, még veszteségeket is okoz, tehát nem tudja kifogni az a rendszer, ami ott jelenleg van, akkor ebben az esetben az izraeli hadsereg támadást fog indítani. Tehát az biztos, hogy nem fogják engedni azt, hogy rakéták tömege csapódjon be Izrael déli részére. De ebben az esetben mit csinálnak vannak? Egyébként szétbombázzák Gázát? Akár jobban is, mint korábban? Hát szét tudják bombázni természetesen. Tehát amit lehet, azt megoldanak feléről. Hát tulajdonképpen ezt a területet nem védi semmi. Fentről nyugodtan otthon van az izraeli hadsereg, azt csinál, amit akar, azt támad, amit akar. Tudják, hogy honnan lőnek, hát azokat a helyeket megtámadják. Szétbombázni nem fogják a gázai övezetet, mert azért az... De mondjuk, ha egyébként ilyenkor bevonulnak izraeli katonák önvédelmi céllal a gázai övezetbe, tehát azt mondják, hogy ők nem a leigázni szeretnék a lakosságot, hanem azokat a bázisokat megsemmisíteni, ahova lövik őket, akkor is felháborodhat a nemzetközi közvélemény, vagy jogosan háborodhat fel? Attól függ, hogy mennyi a veszteség. Tehát általában 10-1-en szokott lenni, tehát 10-1 palesztin hal meg, mint izraeli. Na most az izraeliek nem szeretik a veszteséget, tehát náluk ezt azért nagyon kényesen kezelik, és hát akkor azt mondják, hogy nem volt rendesen megszervezve. Elérkeznek mindig eddig az összes gázai akció azzal fejeződött be, hogy próbáltak bevonulni bizonyos helyekre, ez bizonyos személyeket elfogni, illetve azokat a területeket megtámadni, ahonnan a rakétákat lövi, de nem mást. Csak a kínos ebben az egészben az a helyzet, hogy ezeket a rakétákat nagyon gyakran kórházakból, óvodákból, iskolákból, tehát gyakorlatilag a polgári lakosság. Mondhatjuk, hogy a palesztinok élő pajsként. Mondhatjuk, hogy igen. A palesztinok élő pajsként használják a civil lakosságot. Igen, hát a Hamas részéről, illetve a palesztin iszlám dzsihád részéről, hogyha akarják, akkor ezeket nyugodtan tudják, hát sűrű lakott terület, ebben mennek egy kórházba, de most az izraeliek meg erre támadást indítanak, és utána azt mondják, hogy az izraeliek megtámadták a békés polgári lakosságot, és nem tudom hány ember halt meg a kórházba, vagy orvosok, vagy egyéb dolog. Tehát ők ebből nem csinálnak nagy problémát, de célzottan támadnak. Tehát pontosan tudják azt, hogy hova kell menni. Ismerik, mint a tenyerüket, az egész területet. Levegőből tudják figyelni. Embereik vannak ott, akik jelzéseket adnak. Tehát a célkiválasztás az megy. De hát ahol egyébként sok olyan lakos van, akiket nem tudnak kitelepíteni, hát sajnos ilyenkor személy áldozatok vannak. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll, és továbbra is feszült figyelemmel követjük, hogy mi zajlik, és ha van fejlemény, akkor beszámolunk arról a hallgatóknak. Az elmúlt percekben Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt hallották. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, viszont hallásra!